Még csak november eleje, ennek ellenére vannak, akik már elkezdték a karácsonyi bevásárlást. Erre minden lehetősége meg is van az embereknek, hiszen a boltok polcain már októberben megjelentek az ünnepi termékek. Akadnak azonban olyanok is, akik nem igazán értenek egyet a jelenséggel. Hogy túl korán kezdődik, abban biztos vagyok, mert október elején is volt már. Úgyhogy hát ennyi a véleményem róla, hogy túl korán kezdődik, és közben egyre nő mindennek az ára. Más pedig azt mondja, hogy a jelentős áremelkedések miatt az embernek jól meg kell gondolnia, hogy mire költi a pénzét. Éppen most néztük az unokámmal, kicsit korai. Nincs az embereknek annyi pénzük, hogy előre, két hónappal előtte vegyenek karácsonyit, mert el vagyunk foglalva minden nap a gondjaival. Most meg főleg. Lehet, hogy azért, mert a többi termék nem fogy annyira. Nagyon drága minden. Éppen most néztem, a tojás majdnem 1200 forint. Még utoljára 850-ért vettem. Hát most már nagyon meg kell gondolni, hogy mikor mit veszünk. Tényleg most már tudatos vásárlók leszünk. A kereskedelemre viszont rendkívül jó hatással van ez az időszak. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a 2022-es esztendőben egyébként is jóval nagyobb forgalma volt az üzleteknek, mint az előző években. Ez minden évben is így volt, hogy az utolsó november-december havi forgalom az egész évi nyerességet termeli meg a vállalkozóknak. A 10 hónap az valójában csak arra jó, hogy a működés biztosítja, és ez a november-december havi forgalom viszont a jövedelmet biztosítja a vállalkozóknak, illetve a felkészülési lehetőséget a következő évre. Tekintettel arra, hogy plusz pénzek kerültek kiosztásra a lakosság körében, ez most fog lecsapódni forgalom területén a vállalkozóknál. Én arra számítok, hogy egy nagyon élénk, forgalmas és jövedelmező két hónap előtt áll a vállalkozói társadalom. Csökken a forgalmuk és a bevételük is. Gyakorlatilag ez nehézségeket okoz nekik. A másik oldalon viszont a költségeik növekednek, hiszen az energia ára ebben a szektorban az nagyon meghatározó. És ugye az energia árak azok emelkedtek, ők nincsenek abban a rétegben, amit kedvezményt kapott, tehát a lakossági rétegben, és ezért számos olyan költségük merül fel, amit a bevételeink már nem tudnak fedezni. Én arra számítok, hogy ezen a területen lesznek majd intézkedések. Hiszen egy nagyon olyan réteg van szó, ahol sok embert foglalkoztatnak, és ez meghatározza a jövedelmét az országnak is, meg a vállalkozóknak is. Ugye plusz bevételek voltak, ezeket a plusz bevételeket, amit a lakosság között lett szétosztva, azok már elfogytak. Tehát nincsen olyan bevétel, ami plusz jövedelmet tudna biztosítani ebben a szektorban, de hát éppen azért is növekedtek a költségek, mint ahogy mondtam is, és ennek következtében, miután a bevételek csökkentek, a költségek növekedtek, a lakosság olyan irányban vásárol, illetve vesz igénybe szolgáltatást, ami nagyon szükséges, és az egyéb ilyen irányú költekezést sajnálatos módon csökkenti. Ezen a szektorban látszik legjobban. Hát én abban reménykedek, hogy itt elsősorban a költségek visszafogását a kormány igyekszik majd valahogy ezt kompenzálni. Hiszen a szektorban az energia és a beszerzési költségek rendkívül meghatározóak. Arról nem is beszélve, hogy az iparág jelentős létszámot foglalkoztat, amely meghatározó a gazdaságban, tette hozzá a Tolna megyei elnök.